Na, jó napot kívánok, fiúk, lányok! Jó hírem van! Végre! Nagy kinnal, bajjal, trénerrel, de végigcsináltam a Wolfid nevű játékot, és ez nagyon atom! Egyrészt, mert megcsodálhatjátok a befejezését, másrészt pedig, mert hát ti nagyon szeretitek az ügyességi játékokat, én is szeretem, akkor is, hogyha ilyen szarul van megoldva, hogy életet kétszer kapsz körülbelül, viszont a játékban van egy kis beépített csalás. Meg is mutatom nektek, az első pálya erre pont ideális. Ugyebár pontok függvényében kapsz életet. Függetlenül attól, hogy a játék igazából azt nézi, hogy mikor éled el a következő nullás számjegyet, hogy adhasson neked egy életet, ezzel is ki lehet babrálni, ha van egy fölösleges hónapod, meg tudod csinálni. Mégpedig így. Nézzétek csak meg a pontjaimat! Ha kilépek a sárga biztonsági övezetből és haladok előre, folyamatosan kapok pontokat. Már 14 000-nél járok. Bizony. És ilyenkor a pajzsom se fogy, hiszen nem a biztonsági övezetbe tartózkodom. Tehát ki lehet babrálni nagyon jól ezzel a játékkal, ha valaki szemfüles, erre hamar rájöhetett. Csak hát, meglehetősen hosszadalmas móka. Meg kell várni, amíg összejön kb. Úgy... nem is tudom, 1 milliárd pontod, és akkor már nem kell aggódnod az életek miatt, be leszel biztosítva. De hol is tartottunk? A 11-es pályán csigabigák voltak, de a 12-es pálya a legjobb. Itt ugyanis grafikai hibákat kell megsemmisíteni. Hú! Yeah! Ilyen el kéne bizony jó sok játékba. Itt vannak ezek a csúf grafikai hibák, de én megsemmisítem mindet. Hogy ne legyen egy se. És segítséget is kapunk. Itt van 5 csengő. Ezek a legértékesebb kockák. Hát viccet félretéve, ez most vagy annak a verziónak a hibája, amit letöltöttem, vagy pedig az emulátoré. Ez kevésbé valószínű. Megsúgom, a 12-es pályán, ha jól működik mind a kettő, akkor ilyen részek pasifejek az ellenfelek. Az is a legnagyobb úgy néz ki, mint akit jól helyben hagytak a kocsma bejárata előtt. És hogy mik azok, amiket lövöldöz? Hát ezek ilyen véreres szemgolyók, annak nézem őket. Mármint a hibátlan verzióba. Tehát véreres szemgolyók, és ezek ott keringenek, ahol te vagy. Úgyhogy már csak ezért is nagyon nehéz ez a pálya, mert minél gyorsabban be kell fejezned. És itt mondjunk könnyes búcsút a segítő kockáknak. A 13-as pályától egy darab se lesz. Ez bizony nem véletlen, ezt szándékosan csinálták ilyen pokoli nehézre. Innentől fogva semmiféle segítséget nem kapsz. Ott vagy, nézzétek meg, nulla élettel, nem csodálom. Mert életet szerezni... itt némi kívánivalót hagy maga után, és akkor most csináld meg a hátralévő pályákat. Nem könnyű. Bár a következő pálya az egy fokkal könnyebb. Kis visszatekintés a legelső pályára, hasonló itt is a szitu. Egyedül itt nincsenek segítő kockák a francba. Azt nagyon hiányolom. De ez egy fokkal könnyebb. 100 lábút már az első pályán kiismerhettük, csak itt most piros színű, és többet is tud lőni, és gyorsabb. Meg több ilyen kis vízibolha van itten. Na és ez is összement ilyen kis izére. Picire. Az ezután következő pályán pedig, háttérbe itt ilyen agytekervények. Az ellenségek pedig kerekek. Azok a kicsik, azok van babakocsi vagy szekérkerekek, az a nagy pedig ilyen jó nagy tűzkerék. Ott vannak oldalt rajta a lángok. Dögölje már meg! Ettől ti is ki fogtok készülni. Egyszerűen nem jó ezt sehogy se megcsinálni. Ha lassú vagy, elfogy a pajzsod, ha meg sietsz, akkor neki mész az egyiknek és meghalsz. És most lássuk, emberek! A játék fő ellenségét, a legutolsó ellenséget, a 16-os pályán, az idegeneknek a fővezérét, vagy itt ami ez a békaarcú csávó, ez is ugyanazt csinálja, mint a 12-es pályán a részekpasi feje, ilyen szemgolyókat köpköd, plusz még ilyen színes csillagokat is tud idézni, marha nehéz legyőzni. 12 másodpercen maradt, de végül győzedelmeskedtem. Na lássuk, mi lesz a játék vége? Extra bónusz, most már sokra megyek vele.
leszállt az űrhajó, siet hozzá a csaj. Jaj, meg van mentve, jó van. Ez a háttérben nagyon szép, de fogalmam nincs, hogy micsoda. Mindegy. Nézzük, mivel ér véget a Wolfid. Hát fú! Nem semmi, ezt hallgassátok! Az idegenek mind kilettek írtva, és a Monotrosz űrhajó felfedez egyetlen túlélőt, egy nőt. Elveszítettek mindent, de elhatározzák közösen, hogy új életet kezdenek ezen a bolygón, mint egy új Ádám és Éva. Jej! Több sebből vérzik ez a történet. Persze, teljesen valószínű, hogy az idegenek mészárlása után életben maradt egyetlen nő. Ráadásul nő. Vajon ki lehet? Ripley vagyok. A Nostromo utolsó túlélője. Végeztem. Hát ki más is lehetne? Már az űrhajó nevéből ki lehet találni. És van itt még egy finomság, a befejezésben itt is az űrhajót emlegeti. Hogy az, meg a csaj lesznek az új Ádám és Éva. Fú, ez még nekem is meredek. De már legalább tudjuk, hogy került a Strog faj a galaxisba. Persze teljesen hihető, mindenki meghalt, csak ő maradt életbe. Sületlenség. Nem lett volna mondjuk ez jobb befejezés? Esetleg? Na, fiúk, megmondom nektek a frankót. Hiába sorjáznak nekem ezek a feltupírozott, hiper-szuper játékcsodák. Én akkor is nagyon-nagyon fogom szeretni az ilyen kis ügyességi régi játékokat, amiben még stratégia is megbújik. Ilyen például a Wolfid. Tapasztalt játékosként, kiskorom óta nyúzom, megmondhatom, hogy ez a játékhoz három dolog kell, ha épelmével végig akarod csinálni. Önuralom, és idő. Máskülönben be fogsz csavarodni, mert annyira rosszul lett megoldva például az életeknek az utánpótlása, meg hát a vége felé ugye már semmiféle segítség nincsen, hogy a gyengébb idegzetű emberek egyszerűen fogják magukat és legyilkolják a gépről, aztán kigyilkolják a gépet is, mert annyira felhúzza őket. Valóban, tetszetősek nagyon a pályák, remekül megvan oldva mindegyik, rengeteg lehetséges kimenetele lehet. De sajnos ez semmit nem ér, hát fizikai képtelenség ezt megcsinálni egyszerűen. Pokolian türelmesnek és nagyon kitartónak kell lenni ahhoz, hogyha ezt végig akarod csinálni. Sajnos ezért fog kapni negatívat, mert semmiféle életutánpótlás nem kapsz utána már szinte. A grafika ezzel szemben egy nagy pozitív. 91-es játékhoz képest ez egy csodálatos grafika. Ez a villogó vörös is például. A hang és a zene az szintén. A hangok azok sima PC speaker, viszont a zene az kiváló hangkártya. Szerintem ezzel semmi baj nincsen. A kezelhetőséggel meg hát csak annyi, hogy kéne egy kis gombleírás. A végső értékelésben mégis az jön ki, hogy ez egy nagyon jó kis játék. Természetesen csak azoknak javaslott, akiknek erős az idegzetük és erős a türelmük, máskülönben kivérzetek, komolyan mondom. Akinek meg jó a türelme, hát az essen neki.